Nos, srácok, haladok tovább a fő és mellék küldetésekkel, és találtam egy hátizsákot, ami egészen jól megdobja a teherbírásomat. Elvileg 45-öt rakott rá, 395 volt eddig, és 440 lesz. Mutatom, hogy ez hol sikerült megoldani. Egy ilyen elég rövid mellék küldetés, ettől a Liverpool Street Station-től északra, és ettől a piactól, Spitalfield Markets-től. Ez nagyon durva, hogy ezeken a helyeken voltunk mostanában. Kicsit lelakottabb a terep. Szóval ettől meg nyugatra, így ezen a spoton. És egy ilyen nagyon rövid mellékküldetés volt. Igazából két hülye ült itt a földön, hogy összeverték egymást, és hú de szarul vannak, és szerezzek nekik gyógyszer. Az egyiknek itt volt a hátizsákja. Mondta, hogy abban van neki a gyógyszer, de hogy nem éri el. A másik meg valami gyógynövényt kért, ott kb. Csak ki kellett futni odáig. Itt egy ilyen közeli temető, ott volt pár ilyen szörny, azokat levadáztam, visszahoztam nekik, odaadtam, hogy jó, most már higgadjatok le, itt van mindenkinek egy gyógyszer, az természetesen mind a kettő megtámadott, és le kellett őket durrantani, és utána lootoltam. És ugye ennél volt a hátizsák, ez a hátizsák, és ez poén, mert innentől kezdve akkor ezzel megyek tovább, itt van a hátamon, és egy 45-ös súlygyarapodást, mármint szabadtárhely súlygyarapodást adott, ez elég király, úgyhogy ezt esetleg érdemes felszedni. Nos, srácok, bár ez nem egy Mario játék, de én szeretek ugrálni. Hát kb. Ide sikerült felugrálnom, meg ilyen körpályákon feljönnöm. Ez az épület valószínűleg. Rohadt magasan vagyok, és végig így körbe-körbe jöttem és ugráltam. És hát ezek szerint nem véletlenül, mert hogy itt is van egy lemez. Mondjuk nem tudom, mit érek ezzel. Aha. Hogy ezeken tud, vagy ezen tudom lejátszani? Fantasztikus. Hát még az is lehet, hogy elindul valami mellékküldetés talán. De minden esetre ugráljon ide föl mindenki. Nem volt rövid. Nem mondom, hogy nem estem le egyszer-kétszer. De legalább adunk egy kis nótát a népnek. Haladgatok, haladgatok. Eléggé ráfeküdtem a farmolásra, tehát néhány mellékküldetést megoldottam, de alapvetően inkább próbáltam felfedezni és hát kipucolni területeket, és az a baj, hogy ezekről ilyenkor még nem szoktam tudni, hogy gonosz vagy nem gonosz. Még az a baj, hogy ilyenkor sem. Kicsit közelebb megyünk, aztán kiderül, de ez olyan településnek tűnik. Szóval igazából arra mentem rá, hogy elkezdjem felfedezni a terepet, mindjárt mondom, hogy mi vagyok, 43. szintű, és 341 a HP max, és 130 az akciópont, és arra nyomultam rá leginkább, hogy megpróbálom így módszeresen felfedezni a világot, és láthatóan nem igazán haladok vele. Tehát így elkezdtem itt a csücsökbe, rámentem először leginkább, mondom, ezekre a kocsmákra, hogy gyűjtsem a ezeket is pohár alá téteket, ezek nagyon jó boostokat adnak, tehát tényleg a mennyi is 8 vagy 9 fő képességre egyet telibe rárak, tehát a erőre, kitartásra, szerencsére, stb., illetve sok egyébre is rátesznek, de úgy voltam vele, hogy oké, hát akkor már végigmegyek és mindent felfedezek, de egyszerűen brutális ez a játéktér, tehát igazából ugye én annyira nem mentem utána ennek a témának. Annyit tudtam róla, hogy persze Fallout London, a Fallout 4-nek egy modja lesz, egy add-on-szerűség, egy DLC-szerűség, egy ilyen cirka nem hivatalos kiegészítő, de mégis egy ilyen hivatalos DLC-vel felérő méretben. Hát most itt tudom, hogy hülyeség, hogy ezt én most fedezem fel, de itt lényegében egy Fallout 4 térképpel egyenértékű területről van szó, tehát a teljes térkép át van dolgozva, tehát nem arról van szó, hogy esetleg kihasítottak egy kis területet, és egy 6, 8, 10, 20, 30 kis helyből álló, tényleg egy DLC méretű dolgot létrehoztak, hogy egy kicsit kiegészíti a történetet. Én körülbelül olyan 40-45 óra van eddig benne, és hát látható, hogy mennyit haladtam. Tehát, hogy a dolgok zöme továbbra sincs felfedezve. Tehát ebbe brutális mennyiségű energiát raktak a srácok, és brutális mennyiségű időt bele lehet rakni, hogy ezt te felfedezd, végigjázd, megcsináld. Küldetésekkel olyan nagyon sokat nem haladtam, de egyébként jó pofák. Tehát ugye eleve vannak ezek a beefeaterek, akik ugye Londonnak a ikonikus szereplői.
Hát ezeket sajnos itt úgy oldották meg. Vannak normálisak is, de zömében ilyen zombi beefeaterekkel kell harcolni. Ez egy kicsit mondjuk illúzió rombolom, a beefeaterek cukik, tehát kár őket ledúrantani, de hát itt ezt kell csinálni. Viszont egyelőre, mondom, sztoriban nagyon keveset haladtam, tehát okoskodni nem nagyon akarnék, viszont egyelőre úgy tűnik nekem, majd mindjárt mutatom, jó, ezzel a beszélgetést szerintem később befejezzük, mert most nem annyira tudok rá figyelni. Szóval, hogy találtam egy ilyet, hogy Camelot valahol, és az a durva, mondom, ez most csak feltételezés a részemről, de hogy itt lehet, hogy nem a Brotherhood of Steel lesz, hanem a kerekasztal lovagjai. Mondom, nem vagyok benne biztos, de azért humoruknál is, vagy a humornál is voltak a srácok rendesen, most persze nem találom, úgy emlékszem, hogy ilyen kis kör alakú ikonja volt valahol, és ott ilyen lovagok mászkáltak. Persze a Brotherhood of Steel is egyfajta lovagok, ilyen robotlovagszerűségek, de itt ez nagyon vicces volt, úgyhogy nem vagyok benne biztos, sőt, hát biztos vagyok benne, hogy azért végigjátszást nem fogok csinálni videóban megmutatni, én sokat fogok ezzel még játszani, de itt ez szimpatikus ez az ikon. Szóval, hogy biztos vagyok benne, hogy sokat fogok ezzel még játszani, de nem biztos, hogy sok videót fogok még csinálni, őrületes mennyiségű terület van ebbe a játékba. Ha még egy-két érdekességet találok, azt mutatom, de egyébként egy normál Fallout, sőt, bőségesen hozza a Fallout 4-nek a szintjét. Nagyon sok helyen azt olvasom már a neten, és többé-kevésbé azért tudok ezzel én is azonosulni, hogy sajnos-sajnos eléggé bágos szegényke, tehát többé-kevésbé azért bebekresselget, vannak jobb napjai, vannak rosszabbak, van, hogy egy nap ötször, van, hogy egyszer se. Viszont sokan azt írják, hogy az utóbbi idők, évek talán egyik legjobb Fallout játéka, ami egyébként azt gondolom, hogy akár megállhatja a helyét. Én nem annyira erősítem azért azt az érát. Nagyon sokak nagyon szarrá fikázzák a... Nem is tudom, azt hiszem talán a New Vegas volt, amit utoljára szerettek a népek, de azóta mindenki mindegyik Falloutra hörög, hogy mindegyik szar. A Fallout 4-et is mindenki szétfikázta, hogy szar. Én nem vagyok ilyen kritikus, én nem vagyok ilyen... Inyenc, vagy nem tudom, kicsit inkább toleráns és mindenevő vagyok. Én nem éreztem annyira szarnak, de elfogadom, ha másnak az a véleménye. Viszont most átfogóbb próbálok itt feljutni, de úgy látszik, ez nem így van kitalálva. Jó, ugrok egy kicsit, hogy valami normálisabb helyen legyünk és tudjam mutatni. No, szóval ilyen és ehhez hasonló lovagokkal lehet találkozni. Ő mondjuk egy kicsit úgy néz ki, mint a Robin Hood. Ja, és közben váltottam erre a fickóra, volt egy elég érdekes küldetés, egy ilyen pincehelyiségbe kellett lemenni, boxolni. Hát már amennyire boxolni, mert igazából az volt a küldetés, hogy éljek túl egy percet a ringben, úgyhogy nem veri szét az arcomat. És hát nagyjából sikerült, azt hiszem másodszorra, és akkor így csatlakozott hozzám. Ott meg üvöltözött, mint egy állat, azt utána normálisabban beszélt, és akkor kérdezték, hogy most miért nem üvöltözöm, mert hogy ez egy ilyen felvett szerep volt, tehát hogy azért annyira ez nem szereti. Ja, itt kapom a rádióaktivitást. Szóval, hogy... Hát szerintem egy olyan 40 órával, vagy 41-2 órával még a felszínét sem kapargatom ennek a dolognak. Húha, itt valami nagy atak van. Ott rohangálnak emberek valami lángoló cuccal, azok kicsodák. Aha, tehát ezek ilyen kameloti cuccok. Az mi az a sok ember? Ja, egyébként fegyverbe nem nagyon fejlesztettem, azok lehet, hogy jók. Ti jó fejek vagytok? Igen. Szóval, hogy fegyverbe nem nagyon fejlesztettem, ugyanaz a három fegyverem van, ez a pisztoly, amit ilyen hangtompítós, azt hiszem felfejlesztettem már a fegyverkraftolást maxra, tehát egy picit tudtam még rajtuk boostolni, de nem sokat, és hát töltényeket is amennyire tudtam, farmoltam, de ebből a 303-as töltény, azt hiszem ebből egyszer nem tudom kimaxolni, nagyon vigyázok rá, de ebből sosincs annyi, mint kéne. Ez a 32-essel megy talán, és ebből ilyen irdatlan mennyiséget lehet szerezni. Ezek egészen hatékonyak, tehát ezt a ninja skillt is felfejlesztettem, úgyhogy ha úgy kilövök valakit, hogy silent kill-lel, akkor azt hiszem már 3,5-szeres szorzó, meg a... Hát az összes ilyen boostokat, ugye ezek kb. Ugyanúgy megvoltak. Na igen, ez így elindul, azért van nála egy ilyen sodrófa, ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen gagyinak tűnik, de ez egy ilyen rádióaktív sodrófa, tehát azt hiszem valami 50, ilyen csillagos, ugye, tehát ez a special fegyver. Tehát ez egy kis boostot ad a sebzésre. Na jó, most nem biztos, hogy ezekkel el fogok kezdeni szarakodni. Nézzük, hogy hát így mászkálok és fedezem fel a helyeket. Az a baj, hogy néha ez is egy szívás, mert nem tudok hozzáférni. Tehát egyébként ez nem igazán tetszik a játékban, őszinte leszek, hogy nagyon sokszor van hát ilyen irányított haladás, vagy olyan jellegű
blokád, hogy úgyisten igazából nem tudsz valamerre tovább menni. Feltételezem, hogy vannak olyan területek, ami később lenne megnyitható, amikor már egy küldetést megcsináltál, vagy ilyesmi. Hoppá. Igen, hát szóval ilyen ez a fegyver most már. Tehát, hogy ezek olyan nagyon nem okoznak nehézséget. Egy komoly 8%-os találati esélyem van. Igen, tehát ez az, amit találtam, és a korábbi egy-két epizóddal korábban bemutattam, hogy elmebaj. Tehát ugye ennek valami 700-as range-e van, meg valami, nem tudom, 60-as sebzés, és azóta még egy picit tudtam rajta fejleszteni. Úgyhogy ez lehet, hogy egy bug, vagy nem tudom, de hát kénytelen leszek használni. Na mindegy, szóval, hogy mászkálok fel. Jézus Mária! Hát itt azért jöttek dögivel. Most azt fogjuk, hogy mindegyikre csak egyet lövünk, hát ha elég lesz. Megállítsuk őket, nem elég. Igen, hát azért még vannak még ellenfelek. Igen, ez az a jó, hogy így natúrban nem tudom eltalálni őket. És egyébként most direkt aludtam, hogy reggel legyen, de egyszerűen itt állandóan sötét van. Ez mondjuk eléggé idegesítő, hogy annyira sokszor operál ezzel a játékra, mert most nem az én haveromat lövöm. Ki ez a rengeteg ember? Srácok! De most tényleg honnan rohant ide ennyi izé? Most az olyan, hogy az enyémet lövöm le, ügyes vagyok. És nézd meg, hát szarrá lövöm, de még mindig van HP-ja. Hát pusztuljatok már el. Jó, hát szóval még ezzel a fegyverrel is azért okoznak nehézséget a srácok. És figyelj, úgy bírja a lövéseket, mint az állat, de az nálad egy ilyen bot. Ja nem, puska. Nézd már, mennyi lövést bír ez a kretén. Hát milyen ellenfelek ezek? Ja, és ez a régi módi puska van nála, ami kb. 3 percenként egyet tud lőni. Szuper. És még itt is van egy. Jó, hát szóval nem lehet azt mondani, hogy még akár nagyjából felbusztolva magad is unalmas lenne a játék. Tehát én általában mindig minden játékban ezt csinálom, hogy amennyire lehet felbusztolom magam, hogy egy kicsit nagyobb ellenállás jelentsek a világnak, de ez tipikusan olyan szituáció lett volna, ahol busztolás nélkül megdöglök, így instant. Így meg legalább van esélyem. Jó, hát szóval mászkálok és keresek még mindenféle érdekességet, de összességében azt tudom mondani, hogy nagyon tartalmas játék, tehát egészen elképesztő részletességgel, tényleg nagyon jól átadja London, tehát aki volt, az felismeri a helyszíneket. Ez is poén, ám meg nyilván nevek alapján is, tehát hogy valós helyszínekkel játszódik, bár mondjuk Las Vegasban még nem voltam, tehát a New Vegas-szal, ha játszottam, lehet, hogy azt is felismertem volna. Úgyhogy jó pofa, mindenképp érdemes kipróbálni. Azt hiszem most giga akció van, ja, de nem, abban nincs benne a 4-es, mert a GOG-on van Fallout giga akció, 1-es, 2-es, 3-as azt hiszem, illetve a 3-as az a Tactics. De a Fallout 4 is biztos vagyok benne, hogy már mindenhol ilyen basic áron behúzható, és hogyha az megvan, akkor ez egy ingyenes DLC-ként rárakható, és még kb. Az is mindegy, hogy hol veszitek meg a Fallout 4-et, mert ugye a GOG-gal így össze lehet fűzni. Tehát akár GOG-ban, akár Steam-ben, akár bárhol máshol, Epic-ben, ha megvan a gépen, akkor a GOG azt így be tudja brózolni, és rá tudjátok tolni a DLC-t. Úgyhogy aki most így a Bethesdától függetlenül vágyna egy kis Fallout élményre, maximálisan tudom javasolni, mert tényleg frankon meg van csinálva. Tehát nem egy megúszós darab, elképesztő energiát beletettek a srácok, szerintem maximálisan hozza a Fallout életérzést, és iszonyat tartalommal, tehát hatalmas világ, mindenhol mindenki beszél, narrálva vannak, jók a párbeszédek, sok benne a poén, úgyhogy ez egy jó sikerült darab. Őszinte leszek, azok a DLC-k, amiket manapság DLC névvel szoktak kiadni, azok néha nevetségesek, hozzátesznek 5 órát egy játékhoz. Ezt inkább teljes értékű játéknak nevezném, azért nem nevezhetjük annak, ugye, mert szükséges hozzá a Fallout 4 megléte, de szerintem komplexitását, meg mélységét, meg mindenféle tartalmát tekintve ez egy teljes értékű játéknak is nevezhető akár.